Dzselem, dzselem, lungo, nedromenca, mala dilem, baktale romenca, sej haj rumale, sej haj shavale rumale, sej haj rumale, sej haj shavale rumale. Napot kívánok mindenkinek, szervusztok, engem Jónás Andreának hívnak. És én egy cigány ember vagyok. Cigányok az egy nép, így van. És hosszan-hosszasan vándoroltak a világban, amíg egyszer csak letelepedtek Európában és mindenhol a világban. De addig csak mentek, vándoroltak hosszan. Volt egy szekerük, arra fölültek. És minden, amiük csak volt, ezen az egy szekéremből. Amit ettek, ittak, akiket szerettek. A gyermekeik, az édesanyja, édesapja, nagypapa, és mentek egyik városból a másikba. És amikor úgy gondolták, hogy ott már mindent láttak, és ott már minden olyan dolgot felfedeztek, amitől már nem tud több lenni az ott tartózkodásuk, akkor tovább indultak. Mi cigányok vagyunk, most itt sokan, és nekünk is van egy történetünk. Igaz? És például ez az 1971-es konferencián az történt, hogy sok-sok ember összegyűlt, sok okos ember, aki dönteni szeretett volna a cigányok sorsáról, hogy ne kelljen nekik vándorolni, hanem legyen nekik is egy nyelvük, egy igazi cigány nyelv, ami egységessé teszi az ő anyanyelvüket, legyen nekik egy zászlójuk, nézzétek, ezt szavazták meg, ezt a zászlót. Tetszik nektek? Láttátok már ezt a zászlót? Nem. A cigányok mottója az, hogy opre roma. Tudja valaki, mit jelent? Nem tudom. Fel cigányok. Ezt jelenti az opre roma. És ez a jelképe a szekérnek a kereke, pontosan. És még azt is jelképezi, hogy ez egy folytonosság. Az életnek a jelképe. Hogy előről kezdhetjük. Akkor is, hogyha elmúlnak mellőlünk emberek, mi akkor is folytatjuk az életünket. A lelkünkben megőrizzük az emlékét, így van, és aztán folytatódik az élet. Arra gondoltam, hogy ma összehozunk egy előadást közösen. Szeretek színházba járni? Voltatok? Tudjátok, hogy hogyan születik egy előadás? Hogy? Hát sokat gyakorlunk. Megtanulják. Nekünk is az a feladatunk, hogy megtanuljunk egy bizonyos dalt, amit én elhoztam nektek. Nem biztos, hogy fogjátok ismerni. De én nagyon türelmesen meg fogom ezt nektek tanítani. Jaj, de nehéz egy párnára feküdni, aki egymás nem igazán szereti. Én is tudom, én is sokat próbálom, még az ellenségem meg se utolsó két sort ismétli. Én is tudom, én is sokat próbálom, még az ellenségemnek se rajta. Jaj, de nehéz egy párnára feküdni, aki emlékeznétek erre a mai napra. Úgy lesz. És innentől kezdve akár meg is ünnepelhetnétek az április 8-át. Legyünk cigányok, vagy nem cigányok. A cigányok úgy ünneplik, hogy elmennek egy tóhoz, egy folyópartra, és amíg megteszik ezt az utat, addig virágot szórnak, és a tóba, a folyóba is, illetve mécseseket engednek a vízbe, és ezzel emlékeznek arra az ezer éves vándorlásra, ami tulajdonképpen a múltunkat mutatja, képezi.
kettőt?